Egy Gábor együttese a szlovák Duszló Szalával kezdett, ahol magabiztos 14 gólos győzelmet aratott. A második körben következhetett a horvát Podravka. Az első percek gól nélkül teltek, majd a hetedik percben Lukács Viktória szerezte a ferencvárosiak első találatát. Az ellenfél nem tudta a házigazda kiváló védekezését megtörni, az első horvát gólig 11 percet kellett várni. Szikora Melinda remekelt a kapuban, kiváló védéseinek is köszönhetően 13 hetet mutatott az eredményjelző az első félidőt követően. A szünet után a kapuban Szikorát Bíró Blanka váltotta. Az irányítást kézben tartó ferencvárosiak előnye folyamatosan nőtt. A 42. percben Danik Snelder találatával már 21-12 volt az állás. Ami a horvát Podravkát illeti, a mérkőzés során két piros lapot is begyűjtöttek, de a sok szabálytalankodás sem zavarta meg Elek Gábor csapatát. A mérkőzés lefújása előtt Kovacsics Anikó még kozmetikázott az eredményen. Végül a Ferencváros 9 gólos különbséggel 30-21-re győzött. Amíg tényleg a védekezésünk és a támadásunk is megfelelő tempójú volt, addig nem volt gond. Nagyon sok kiállítás volt, úgyhogy nem baj, mert legalább gyakoroltuk a kapus lehozatát. Tanulságos meccs volt egyébként. Az elejét egy kicsit akadozva kezdtük, de a végén, a másik fél időre szerintem összeszedtük magunkat. És látszódott, hogy amit tudunk, azt csináljuk. Voltak meglepő kiállítások, voltak durvábbak, hát ez egy ilyen meccs volt. Látott Krisztián elsőként, Zácsik Szandra érkezett meg ide mellém, aki ugye a felkészülés nem tudta zökkenőmentesen eddig végig csinálni, hiszen fájt a vállad. Ez ma nem látszott rajta, nyugtass meg, hogy akkor ez már a múlté. Igen, sajnos volt egy kisebb sérülésem, de úgy érzem, hogy most már helyre jött, már csak az önbizalmamat kéne helyre rakni, mert azzal még küzdök, de remélem, hogy ilyen mérkőzéseken majd sikerülni fog ezt is helyre rakni. De pedig ma azt hiszem az első támadásban, az első lövésedből gól született, ha jól emlékszem. Az még az első meccsem volt. Igen, hát próbálkozom én is, hogy azért egy kis önbizalmat összeszedni, mert elég nehéz azért így elkezdeni mérkőzéseket, hogy 3 hete szinte labdát sem fogtam. Hát azért ezek a meccsek erre alkalmasak, nem? Mert hogyha valami jót csinálsz, abból tudsz építkezni, de hogyha valamit elrontasz, talán Gábor, akkor se szedi le a fejeteket még. Természetesen ezek a meccsek erre jó, mert azért Bajnokok Ligájában sokkal erősebb, teljesen más mérkőzéseket fogunk játszani, mint itt, de ráhangolódásnak ez tökéletes. Hogy bírtátok, hogy egymás után két meccs jött? Nagyon nehéz volt, mert megebédeltünk, és már öltözhettünk, meggyuradtunk a következő mérkőzésre, de úgy gondolom, hogy mindenki átesett a holtponton, és összeszedtük magunkat, és ráhangolódtunk erre a mérkőzésre. Hát ez jól is sikerült, akkor köszönöm szépen, és gratulálok, és akkor jó pihenést a holnapi mérkőzésig, és érkezik ide Bíró Blanka, aki a Vásztól érkezett a Fradiót, és azt hiszem, hogy jól sikerült itt a TV képernyő előtt is a bemutatkozás. Gratulálok mindkét győzelemhez, hogy érezted magad a kapuban? Az első mérkőzés az felemás volt, hiszen sajnos felvetik az ellenfél tempóját, és nem tudtunk olyan hőfokon pörögni, bár az első 15 perc az azt mondom, hogy jó volt, hiszen nagyon jól kezdtünk. Ezen a mérkőzésen én a magam részéről annyira nem voltam elégedett, nem bírtam úgy beszállni, ahogy szerettem volna, főleg a Meli nagyon jól védett az első fél időben. Itt van egy kis hiányérzetem magammal szemben. De egyébként a csapat az alakul, az egyre jobb, ezt elmondhatjuk. Igen, a csapat az egyre jobb, főleg így, hogy most visszajöttek a olimpikonjaink. Így is azt mondom, hogy erősödtünk sokat, többet tudja Gábor forgatni a csapatot, és ezek a meccsek nagyon jól szolgálnak arra, hogy minél jobban összeszökön ez a társaság. Jön majd a Bajnokok Ligája, mennyire várod ezt? Nagyon várom, bár nem akarom túlpörögni az egészet, mert annak nem jön ki jól vége. Várom, mindenki azt mondja, hogy ez egy teljesen más légkör, hát majd meglátjuk. Meglátjuk, azt hiszem, hogy egy egészséges versenydrukkal nem lehet semmi probléma. Köszönöm szépen Bíró Blankának, és érkezik ide Elek Gábor, akinek a csapata ugye 100%-os az Elek Gyula tornán. Gratulálok! Sokáig úgy nézett ki, mikor ez a meccs kezdődött, hogy 1-0 lesz az első félidő vége, de aztán beindult a gólgyártás. Nem tudom, mennyire voltál elégedett most a csapat teljesítményével. Tudom, hogy még egyelőre ott tartunk, hogy elsősorban a védekezésre egyezzük ki, és helyek közel lerohanásra a dolgainkat. Azzal azt gondolom, az első fél a maximálisan, tehát az első fél 10 lerohanás gólt tudtunk lőni, és ezért viszonylag azt mondom, hogy kevés gólt kaptunk azzal maximálisan. Itt a végén, nekem a vége nem tetszett, tehát itt azért már lazult egy kicsit a fegyelem, mert hát ugye ilyenkor már mindenki gólt akar lőni.
lőni, és itt azért a hátul egy kicsit könnyedebben vettük a dolgainkat, én nagyon szerettem volna a 20 gólon tartani őket, vagy az alatt, hát ez pont az utolsó pillanatban nem sikerült, de azt gondolom, hogy nem lehetek elégedetlen ez a mérkőzéssel. Egy picit több zicsert hagytunk ki megint, de hát nyilván ez még azok a mérkőzések, ahol nem készülünk az ellenfelekre, hogy körülbelül mire számíthatunk a kapustól, úgyhogy azt gondolom, hogy belefér, nem mondom, tehát az, ami a fő célunk, hogy a védekezésből sok lerohanás gólt tudjunk lőni, ezt elértük. Azzal talán nem kiabáljuk el, azt mondjuk, hogy az igazolások azok jól sikerültek, mondjuk nem is vett zsákba macskát a Fradi egyik játékosa sem, de a fiatalok is hozzátették ma a magukét. Hát igen, nekem ez egy nagyon régi vágyunk volt, hogy minél több saját nevelési fiatalt tudjunk beépíteni. Hát most azért ugye 4 már van a keretünkben, a 16-os keretben, de 3 ebből tartósan, sőt mondtam, ma 5 volt, de ebből 3 tartósan itt is fog maradni. Úgyhogy ez mindenképpen örömteli, és hát nyilván azok a játékosok, akik még nem maradnak itt tartósan, azok is a jövő emberei, tehát ők előbb-utóbb ide fognak érni. Ez feltétlenül azt gondolom, hogy ez pozitív mind a magyar kézzelnek, mind a Ferencvárosnak. Lukás Vecsa nagyon jól játszott, de mi a helyzet Faluvégivel? Ő megsérült, mert elég kevés lehetőséget kapott. Így van, rosszul ért le ott a lövésénél, valószínűleg azért is hibázott, mert olyat lőtt, amit megbeszéltünk, hogy ő nem lőhet. Ott ez megzavarta, érezte, hogy vagy rosszul ugaszkodott el, vagy rosszul érkezett le. És nem kockáztattuk, tehát azt mondta a doki, hogy nincsen nagy probléma, de nyilván tehát egy ilyen helyzetben a viccaljabb ír egy mérkőzést a 40 kilójával és a sebességével, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy tehát nem kockáztatok egy ilyen helyzetben azért, hogy pihentetessek mást. Én azt hiszem, hogy abszolút sikerült kihasználni vicc a sebességét, főleg a leindulásoknál. Mire számíthatunk holnap ugye a Metzingen az ellenfél, talán már Hornyák Dórával, és hogyha minden igaz, akkor Faluvég is visszatérhet. Hát én már délután terveztem a Dodót, de aztán még mindig tartja a hőmérsékletét, úgyhogy így meg nem kockáztatjuk. Amennyiben lemegy a láza, mert egyéb problémája nincsen, akkor átgondoljuk. Amennyiben marad a hőmérséklete, akkor semmiképpen nem. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok Elek Gábornak.